Sziasztok! Ma folytatom a Total War Róma 2 spártai kihívásos végigjátszásomat. És itt maradt abba, hogy megtámadtam ugyebár a rodosziakat. Transportjaik vannak, de nekem már vannak ballisztás hajóim, amik nagyon-nagyon jók. És a transportokat könnyedén el tudjuk intézni. Plusz arra gondoltam, hogy képzek még pár hajót. A fenébe. És még pár hajóval el tudom foglalni Rodoszt. Mivel ezek a hajók nagyon jók, és lenne olyan mázlim, hogy az EA ugyebár megtámadna, mivel aránylag jó arányt kapna, így ugyebár kitámadna, és el tudnám verni a seregét, a transportok, mert ugyebár csak transportjai lennének, a seregét, a városi őrségét a tengeren. Mert amit lehet látni, a transportoknak esélyük nincs a flottás hajók ellen, így ha kétszer annyian lennének, vagy háromszor annyian, az se lenne gond, mivel a transportok simán intézik őket. A fenébe! A flottás hajók simán intézik őket. De ezt elsülyeztenétek? Végre. Ha össze-vissza beszélek, nem tudom mi van ma. Bakker. A lényeg az, hogy a flottás hajókkal simán el tudjuk intézni őket. Még akkor is, hogyha háromszor vagy négyszer annyian lesznek. A lényeg az. Ha minden igaz, valami munkálat folyik kint, remélem nem hallatszik annyira a zaj. Ó, oh, az admirális 6-os szintű. Oké. Okay. Recruitment cost. Oké, okay, az jó. Azt minél jobban csökkentenem kell a hajók fenntartását. És arra gondoltam, hogy meg is támadnám Rodoszt a következő... És ah, igen, a következő körben. Ha Rodoszt elfoglalom, az már tényleg nagyon jó bevétel lesz. Plusz nem sokára Athén tovább tudom fejleszteni, ami szintén nagyon jól jön. Pergamont kell elfoglalni. Pergamonban van márvány lelőhely, így a városok kapnak majd közrendet. Ez a technológia kell, plusz 3 közrend, vagyis plusz 3 élelem, de inkább... inkább ez. Meg kell növeljem a bevételemet. Lényeg az, hogy több pénz kell. Ha van pénz, tudunk háborúzni. Ha nincs pénz, nem tudunk háborúzni. We come. Fight. Ah! Oké. Okay. Nem bár, szerintem elintézzük őket. Ugyebár a barbár hajókkal csak annyi a probléma, hogy nem tudják felöklelni az ellenséges hajókat. Más semmi. Valójában nagyon jó építésűek, nagyon erős hajók, de... mivel nem tudják felöklelni az ellenséges hajót, így annyira mégsem jók. De nagyon jó építésű hajóik vannak a barbároknak, nagyon erős építésű hajóik vannak. Majdnem. Majdnem. Ah! Oh. De... pont, hogy
mellé megy. Oké, a fenébe. Ezt még gyakorolni kell. Ah. Veszítek hajót. Fenébe. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Our general is under attack. Ja, egy hajót tuti elveszítek. Nem, mert kettőt. Ah, az nagyon sok. Két hajó. Á, fenébe. Na mindegy. Hát jobb is lehetett volna. Oké. A lényeg, hogy a transportjaiknak nincs sok esélyük. Még ha közel is érnek, csak nekik megyünk, azt el is süllyednek, szóval mindegy. De mire közel érnek, már nem maradnak olyan sokan. The enemy general is dead. One of our ships is being boarded. One of our ships is being boarded. One of our units has used all its ammunition. Yeah, as you would. Még ha jól láttam, Ciprusnál van egy kisebb rodoszi csapat is. Meg lehívott még egy admirálist, meg ezek is a fenébe. 10 hajó. Az nem sok. Oh. Hol van Pergamon serege? Ott a sereg. Hármas szintű barak. Az komoly. Ám bár az valójában nem jó, mert lecseréli a periaikoi pikásokat spártai hoplitákra, ami... Nah. Egyelőre inkább... Inkább... izékéne. A fenébe. Ezek itt fosztogatnak. Egyelőre inkább...
jól jönnének a... pikások. Majdnem. Nem automatikázunk, nem akarok hajót veszíteni. Enemy reinforcements approaching. Ja, még két hajó ugyebár. Annak annyi. The battle is turning in our favor. Annyi az egész, hogy a bütiniaiak Athénnál fosztogatnak, ami nagyon nem jó. Na, hadd jöjjenek. General is dead. Ez gyors volt. Enébe. De. Our general is under attack. Vissza. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Tudtam, hogy ez lesz. A fenébe már. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Hát jónak jó volt, de az a rengeteg paritjás, ugyebár az veszélyesebbek, mivel ugyebár paritjások így hiába transporton vannak, ha közel érnek, akkor tudnak lőni ránk. Az admirális amúgy most meghalt? Nem, oké. Okay. Hű, még jó. Na, ezeket kell valahogy elintézni. Bár van egy olyan érzés, ami kitámad. Ó, te jó ég. Fosztogatás miatt mínusz 40 közrend.
Mind a kettő transport. Pergamon tudja, hogy megtámad, de legyőzzük őket. És hát... remélem. Már inkább legyen itt ez a sereg. Az a biztos. Á, Róma. Atya... Praetorians. What? Praetoriánusokat küld? Ó, oh. Hűha. Azt a mindenit. 6 darab praetoriánus. Mi a bánat? Á, és őket rakta hátra? Á, fenébe. Nem tudunk elsülyezteni legalább 2-t. Az jó lenne. Na mindegy, ugyanúgy védekezünk, mint az előbb. Mint az előző rómaiak elleni csatában. Ám bár a praetoriánusok azok azért már tudnak valamit. Hűha. Hűha. Azt hiszem, hogy nagy fejszém... nem, nagy fából vágtam a fejszémet. Ó, oh, ott a hadvezér, el tudnám sülyeszteni amúgy. Lol. Elsüllyedt? Ja, elsüllyedt a hadvezére. Ez jó volt. Már megérte. Hadvezér nélkül gyorsabban feladják. Kemény praetoriánus. Meg vannak zsoldos kampányán lovasaik, igaz, hogy ló nélkül, szól, annyira nem lesznek erősek, de azok a zsoldos kampányánok nagyon jók. Nagyon-nagyon-nagyon jók. Hát csak akkor lőjetek, hogyha én mondom. Auxiliás lovas, nézem, hogy... ó, itt van egy csapat, praetoriánus. Nézem, hogy az előcsatározókat kéne előbb lőni. Egyelőre lőszert nem használunk el. Na jó, kivéve a praetoriánusok. Hát mondjuk el is mennek, szóval mindegy. Nem gond, a pikások ezeket itt simán lenyomják. Ott már van egy csapat előcsatározó. Ó, itt vannak a praetoriánusok. Annyi az egész, hogy praetoriánus vagy nem praetoriánus, a pikások elintézik őket. Azért a praetoriánusok már feladják a leckét a pikásoknak is. Mármint sokkal több időbe kerül, még megölik őket. De a végén úgyis győznek. Csak
több időbe kerül. Inkább nem lövök, mert csak lelőném a sajátjaimat is. Ja, meg is futottak a pratoriánusok. Az auxiliás is, ugyebár a hadvezére halott, így gyorsabban feladják az egységek. Egész kitartóak a vigilészeik. Lőjük a pratoriánust. Simán szétlőm a pratoriánust izé paritjással. Az azért vicces. Hát igen, pratoriánusok jók. Spártaiakat itt oldalba támadták. Ezeket kell hátba lőni.
Jó, hadd vezér inkább vissza. Nem örülnék, ha meghalna. Nem örülnék, hogyha megölné a hadvezéremet, mert akkor kéne egy újat rakni, ami pénzbe kerül, plusz nem lenne olyan jó. Na. Érted? Vannak beltasztáik, mi? És ugyebár egyelőre nagyon kell spóroljak a pénzzel, amennyire csak lehet. Ó, itt lemészároltuk őket. Jönnek a kampányjának. Hát igen, a spártai pikások sokkal könnyebben megölik a pratoriánust. Plusz lassan, de feladják. Mennyi. Ám bár praetoriánusok nehezen akarják feladni. Még az a szoki extraordinárik is nagyon harcolnának. Ez már nem akarja feladni. Most már igen. Mennyi praetoriánus menekülötte, jó ég. Ezekből a praetoriánusokból mind rabszolgák lesznek. Gazdag rómaiak. Most ők lesznek a rabszolgák. Oké, ennyi elég. Húha, ez amúgy nem jó, hogy már praetoriánusokat képeznek. Ez nagyon nem jó. Lehet, hogy már rajta van a praetoriánus gárda kifejlesztésem. Pergamon nem támadott meg. Furcsa. Erre számítottam. Ezzel elintézve Rodoszt nagyjából. Reinforcements approaching. Mindenit. De mi lenne, ha meg is fordulnátok? Our general is under attack. Hű, majdnem. Majdnem oldalba kaptak.
One of our units has used all its ammunition. Remek! Egy ember sem veszítettem el. Az nagyon jó. Az a baj, hogy van egy hadvezére. Legalább nem még fosztogat. Na várjunk. Neki mindössze egy citizen lovasa van. Megszereztem Rodoszt. Azt a mindenit. De király már. Ez mondjuk nem kell. Meg lett Rodosz. Nem hiszem el. De jó. Most mi az eget fejlesztek amúgy? Még az morál, az jó. Hú, meg lett Rodosz. Mennyi esélyem lenne kiütni a hadvezérét? Á, nem valami jó. Na most vagyok abban a helyzetben, hogy elvehetném Shidét, de ahhoz kell egy nagyon jó flotta, hogy meg tudja védeni. És akkor egyik sereggel Epeszuszt, a másik sereggel Nikomédiát. És akkor haladni szépen lassan... Az a baj, nagyon lassan, mert ki kell egyensúlyozzam egy az a közrendet, plusz a gazdaságomat. Csak másik családból vannak hadvezérek. Egész tapasztalt csapataik vannak. Ha jól látom, vannak ügynökök a seregben. Vagyis volt ügynök a seregben. Valahogy el kéne érjek egy olyan gazdaságot, ami el tudna látni még egy kisebb
csapatot, szóval nem egy egész sereget, csak egy kisebb csapatot, plusz ugyebár, hogyha van egy kisebb csapat, mint például Apollónia, plusz a városi őrség, és simán vissza tudunk verni egész seregeket. És nincs gond. Itt egyelőre inkább maradjon a plusz játék. Mert a közrend az nem jó. Erre számítottam, de esélyük sincs. Na, a fenébe. Nagyon. Haha, sirály. Így csak a városban vagyok. Ó, nem a legjobb arány. What? Oh, te. Really? Bár még 6 körig bírja Pella, plusz katonát mi nem veszítünk, de ők igen, mivel van kikötőnk. Legyen az, hogy megcseréljük a két sereget. Szóval ti jöttök ide, ti oda. Hajókat képez. Az nem jó. Itt helyre kéne állítani a közrendet, hogy pluszba legyen, nem mínuszba. És akkor még több adót adna. Utána pedig aktiválom majd a... ezért. Aktiválom majd a... játékokat. Vagyis nem a játékokat, a plusz adózást. És úgymond minden okés lesz. A tribáloknak izé van építve, nem barak, hanem ilyen... onager építő, vagy ballista építő, így csak Levi Freemaneket képeznek ballistával. Ami annyira nem veszélyes. Megtámadom Pergamont, akkor jön Bütínia is. Ám bár... ha nem támadom meg, Pergamon felvesz egy csomó zsoldost. És megtámad, és van mit felvegyen. Jó zsoldosok vannak. On the move. Ramak. At your command. Faster, damn you all! Ready for battle. Ezzel Pergamonnak vége. Right.
Ez komoly? Oh. Pratorianus és első kohorsz. Ah. Annyi az egész, hogy Róma az folyamatosan fog támadni, mivel képezd pár izét, pár pratoriánust is már jön is. Mert ugye bár a pratoriánusokkal nagyon jó arányt kapnak. Á, fenébe. De mindegy, a hadvezér szintet lép, a csapatok még erősebbek lesznek, az kb. Ennyi. Nagy veszteséget nem okoznak, szóval... Az első korszot tette előre. Azt elsüllyesztjük. Azt és a... Elő az első korszot. Ha! Menj neki! Szép! Menj neki! Ha, mindegy. Az első korsz meg lett, a lényeg az. Bár lehet, hogy a hadvezérét kellett volna, de így is jó, mindegy. És úgy is meg fognak törni. Pratoriánusok, mi? A hadvezérét küldi ide? Már azt hittem. Ó, az szép dobás volt. Pratoriánusok azok már tényleg nagyon veszélyesek. Jó, az egyik pratoriánus egységnek már annyi is. Csapat zsoldos hoplita, elárultatok minket némi pénzért? Görögöket? Á, szégyen. Our general is under attack. Lőjük le a hadvezérét. The enemy general is dead. Easy. Vajon mikor jönnek rá a rómaiak, hogy hiába támadnak? Pratoriánusok keményen megdobják a lancsát. Yes.
erünk, Royal spártaiak. A tart vezérem. Hova lett? Á, mindegy. Halló, hova lett a tart vezér? Ja, megvan. Jó, az a karddal. Oké, vissza. Nem örülnék, ha meghalna. Hadvezér nélkül is nagyon kitartóak a Praetoriánusok. Turning in our favor. Nagyon jó harcolnak a Praetoriánusok. Nagyon kitartóak. Nem akarnak jönni? Praetoriánusokat kéne lelőni amúgy. One of our units has used all its ammunition. Simán lelövik őket. Vicces. Hogy a fenébe üti át a kavics azt a pajzsot. Kicsit furcsa. Oké, okay, lovasságot ide. Meg oda. Ott még mindig van egy csapat Praetoriánus. Oh. Na, kerítsük be őket.
Ja, ez kb. Ennyi lesz. Hú, ez jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. És még sok ilyen támadásuk lesz a umaiaknak. Tényleg gyorsan tudnak képezni, ugye már a rómaiak nagyon gyorsan tudják képezni a csapatokat. Egy átlagos frakció 3 egységet tud alapból leképezni. A rómaiak például Róma területén azt hiszem 7-et vagy 6-ot, nem is tudom hányat egyből. És más területeken 4-et vagy 5-öt, valami ilyesmi. Szóval nagyon-nagyon gyorsan tudják képezni a csapatot a rómaiak. Így ugyebár visszavonulnak, például ugyebár most ezeket legyőztük, visszavonulnak, képeznek megint pár pratoriánust és jönnek is. Hoppá, ott volt egy galátiai csapat. Ó, oh, árdiai, nem ár. Hát, azt hiszem, hogy ez már akkor a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!